Tanáld meg a magyart, jó kedve bűséggel, nyújts felé. Kedves kimlei lakosok, kedves meghívott vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket a trianoni békediktátum 102. évfordulójára megrendezett megemlékezésen itt az immár 7 éves emlékparkban. 2010 óta ezen a napon ünnepeljük a Nemzeti Összetartozás napját is. Idén igazán aktuális, hiszen egy napra esik a csíksomjai búcsúval, ahol a pünkösdi zarándoklaton magyarok százezre is találkoznak. Baráti társaságunk nem titkolt célja volt a kimlei emlékpart létrehozásával, hogy községünkben is legyen egy hely a méltó megemlékezésre, valamint az előző rendszerben elhallgatott, meghamisított történelmi tények megismertetésére. Az évek során több a témában neves történész szakértő vett részt megemlékezéseinken. Fontos feladatunknak érezzük ezt a küldetésünket, hiszen gyakran találkozunk teljesen e témában tudatlan emberekkel, akiknek fogalmuk sincs a trianoni békediktátumról. Ilyen példákat láthatunk a YouTube-on megtalálható Ki mit tud Trianonról riportból, ahol fiatalokat és idősebbeket kérdeznek, mit jelent számukra Trianon. Síralmas válaszok, megdöbbentő tudatlanság. Ezért is van szükség a megemlékezésre és színvonalas előadásokra, előadókra. Tisztelt megemlékezők! Trianon a magyarság több mint 1000 éves történelmének legnagyobb nemzeti tragédiája. Az első világháborút követően 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum elcsatolta Magyarország területének és lakosságának kétharmadát. Az ország etnikai arányait figyelembe véve ez azt jelentette, hogy minden harmadik magyar idegen a magyarsággal ellenséges országba szakadt. Nem volt olyan magyar család a korabeli Magyarországon, melynek rokonai és hozzátartozói közül valaki ne szakadt volna el a hazától. Az ország gazdasága majdnem beleroppant az igazságtalan békébe, hiszen a döntés elvette Magyarországtól a legjelentősebb iparterületeit, bányák, gyárak, vasútvonalak és üzemek szakadtak el a magyar hazától. A közlekedést is teljesen újra kellett szervezni, miután vasúthálózatunk, közúthálózatunk, tengeri kikötőink, reptereink és hajózásra alkalmas folyóink jelentős része idegen megszállás alá került. A magyar hadsereg döntő részét leszerelték, létszámát korlátozták. A kulturális és oktatási intézmények is óriási veszteséget szenvedtek a trianoni béke következtében. Iskoláink, kollégiumaink, egyetemeink, színházaink és könyvtáraink nagy hányada ugyancsak az elcsatolt területre kerültek. 102 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én az emberekben a fájdalom, a gyász és a döbbenet érzése hullámzott végig. Nem tudták elhinni, hogy egy olyan 1000 éves európai országot, mint a Magyar Királyság, egyetlen tolvonással így meg lehet csonkítani. Nem akarták elhinni azt, hogy egy több mint 1000 éves nemzet békekötés ürügyén szét lehet darabolni, és el lehet szakítani az anyaországtól, majd idegen országok fennhatása alá lehet kényszeríteni. Az elszakított területeken élő magyarok üldözése és megfélemlítése szinte azonnal elkezdődött. Az újonnan létrejött, vagy jelentős magyar területekkel gazdagodott utódállamokban az elmúlt 102 évben a magyar kisebbség jogait lábbal tiporták és tiporják ma is.
A magyarok háttérbe szorítása és szülőföldjüktől való elüldözése folyamatosan napirenden volt és van a szomszédos államokban. Igaz ez az oktatásra, a hitéletre, a közéletre, a politikai életre és a kultúra, a média területére egyaránt. A 102. évfordulón 2020. június 4-én sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a magyar nemzetnek ez a fájós ebe még mindig nem került orvoslásra. Napjainkban is több millió magyar testvérünk él idegen elnyomás alatt, ahol nem csak a szabad anyanyelv használatában korlátozzák őket, hanem még a szabad jelkép használatot is megtiltják számukra. Ahol a többségi nemzet politikusainak a hideg futkos a hátán az autonómia szó emlegetése kapcsán, ahol még a temetőink sincsenek biztonságban, mert azokat is megrongálják és meggyalázzák, ahol mindennapi harcokat kell folytatni az iskoláink megmaradásáért. A trianoni béke egyszer volt gyáva, igazságtalan és megalázva a magyarságra nézve, ezért a magyar nemzet soha nem fogadja el ezt magára nézve örök érvényűnek. A 102. évforduló alkalmával 2022. június 4-én emlékezzünk és emlékeztessünk másokat is arra, hogy Közép-Európa békéje, fejlődése és stabilitása mindaddig elképzelhetetlen, míg a trianoni igazságtalanság orvoslása meg nem történik. Ez nem csak a magyarság, hanem a körülöttünk élő népek érdeke is egyben, mert boldog jövő csak akkor lehet itt a Kárpát-medencében, ha ez mindjárt közös meggyőződésévé válik, és őszintén tudjuk imára kulcsolni a kezünket, mikor megalkuvás nem törő hangon azt mondjuk, hogy hiszek Magyarország feltámadásában. Kedves megemlékezők! Most a Kimley Általános Iskola tanulóinak műsora fog következni. Kérem őket, hogy tartsák. Pete Margit, mi magyarok. Annyira értem, és annyira nem, ha átjárok határokon, s végeken. Miért is vágyunk vissza? Kérdezem. Mit szeretünk mi itt ezen a verthelyen? Ha bennünket mindenki letarolt, ha minket olyan sok hazafi itt hagyott. Miért maradunk mindig ugyanott? Ebben a hazában tanyárt vert magyarok? Annyira értem, és annyira nem, ha átjárok határokon s végeken. Miért is vágyunk vissza? Kérdezem. Mit szeretünk mi itt ezen a vert helyen? Szeretjük tán talpunk alatt a port, amit sárra annyiszor, annyi láb tipor. S hisszük, hogy veszteségünk ennyi volt, mert mi majd végre felemeljük ezt a hont. Azt hiszem, mégis tudom és értem. Aki magyar, magyarként itt kell, hogy éljen. Annak jobb hazája máshol nincsen, csak az anyaföldben legyökerezetten. Juhász Gyula, Pozsony. Ha alkonyatkor ballagtál a ködben, mely lágy fájtlával a Dunára hult, a zsongó zajban és a mél a csöndben, fáradt szívedben muzsikált a múlt. A vén utcákon szinte visszazengett a régi léptek kongó moraja, Széchenyi járt itt, és honnan merengett, amely nem volt, de lesz még valaha. Csokonait itt várta a diéta, Petőfit is, és az a nyurga mél a szelíd diák, Revicki, itt merengett, hol most új bánat árvul a ligetben, s a márvány szép királynő téli esben magyarjaira vár a Duna mellett. Juhász Gyula, Szabadka. Ó, régi nyár, mikor a vén verandán két új poéta régi verseken elbíbelődött, s a holdarca sandán két nyárfa közt bukkant ki az égen. Ó, régi nyár, az ében óra halkan elmuzsikálta már az éjfelet, az árnyak óriása várt a parkban, s denevér szállt rózsáink felett. Ó, régi nyár, a zongorán egy akkord felsírt, és mélyen a szívünkbe markolt. Künn a kutyák szűköltek, elhalóan. Valami nagy bú olvadt föl a borban. Fájon figyeltünk vén magyar szavakra, s álmában olykor sóhajtott Szabadka. Juhász Gyula, Csáktornya. Nem voltam itt, de a rozsdásavarban lelkem bejárt a százszor a helyet, hol Zrínyét, ki a búsult magyarban tüzes igével hitet égetett. Az erdő áll még,
ősi koronáján hárfáz a szél, és vihar orgonál. De földel egyek már az ősi bástyák, s reményeinknek földje oly kopár. Ma már düledék vár a Lőn-szigetnek, egész hazán s a késő énekesnek bús lelke sírva járja a zavart. És némadatszal, folytott fájdalommal idézi ősét, aki porva rogyva vérével írta, ne bántsd a magyart. Juhász Gyula, Trianon. Nem kell beszélnem róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá. Mert nem lehet feledni, nem, soha, amíg magyar lesz és emlékezett. Jog és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk a földön, melyet magyar erő szerzett vitézül, s magyar szív és ész tartott meg bizony. És ezer évnek vére, könnye és verejtékes munkája adta meg, szent jussunkat e drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy a miénk volt a kedves Pozsony, hol királyokat koronáztak egykor, s a legnagyobb magyar hirdette hévvel nem volt, de lesz még egyszer Magyarország. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy a miénk volt a legszebb koszorúja Európának, a Kárpátok éke, és miénk volt a legszebb kék szalag az Adriának gyöngyös pártadísze. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy a miénk volt Nagybánya, ahol Ferenci festett, mestereknek álma, napfényes műveken föltündökölt, s egész világra árasztott derűt. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy Váradon egy Adi énekelt, és holnapot hirdettek magyarok. És nem lehet feledni, nem, soha, a bölcsőket és sírokat nekünk, magyar bölcsőket, magyar sírokat, dicsőséges és gyász örök fészkeit. Mert kifeledné, hogy Verecke útján jötte hazába a honfoglaló nép, és kifeledné, hogy erdélyi síkon tűnt a dicsőség nem múló egébe az ifjú és szabad Petőfi Sándor. Ő egy maga a diadalmas élet, út és igazság csillaga nekünk. Ha őt fogod követni gyászban, álnyban, balsorsban és kétségben, ó magyar, a pokol kapuin is győzni fogsz. S a földön föltalálod már a mennyet. S tudnád feledni a szelíd szalontát, hol Arany Jánost ringatá a dajka? Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt, hol Korvin Mátyás ringatá a bölcső? Bírnád feledni Kassa szent halottját? S lehet feledni az aradi őskert 13 magasztos álmodóját, kik mind-mind várnak egy feltámadásra. Trianon gyászos napján, magyarok, testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, rossz csillagok alatt vírasztva járók, ó, nézzétek egymás szemébe nyíltan, s őszintén, s a nagy, nagy sír fölött, ma fogjatok kezet, s esküdjetek némán, csupán a szívveréseivel, s a jövendő hitével egy nagy esküt, mely az örök életre kötelez, a munkát és a küzdést hirdeti, és elvisz a boldog föltámadásra. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá. Köszönjük Csizmazi a Roland igazgató úrnak, és Horváth Anikó tanárnőnek a gyerekek felkészítését, és természetesen a lányoknak is, hogy megtanulták a verseket. Köszönjük szépen. Most Karsai Klára művésznő és lánya Júlcsi dalai következnek, és a zongora játék. Thank you.
apám, anyám, itt ringadtak a bölcsőbe, e szép honnak szent ölébe. Azért oly szép ez a világ, mert a szíve Magyarország. Nincs is többi áldott hona, ez a földnek minden java. Röpülj, páva, röpülj, vár megye házára a szegény raboknak szabadulására. Leszállott a páva, már megye házára, de nem ám a rabok szabadulására. Elindultam szép hazámból, híres kis Magyarországból. Visszanéztem fél utamból, szememből a könny kicsordult. Én Istenem adjál szállást, már megontam a járkálást. A járkálást, a bujdosást, az idegen földön lakást. Nincs szó, nincs jel, nincs rajzolt világ, nem szállhat az égen szárnya tört madár. Nincs jó, ami jó, nincs már, aki felel, nincs Köszönjük a művésznőnek és Julcsinak, hogy innen is megörvendeztek minket dalaikkal és játékukkal. Össze kell most egy kicsit szedni magam, mert... Most megkérem Tóth Máté, történész, kulturális antropológus, tanár előadását tartsa meg. Egy héttel ezelőtt volt a Csónakházban egy előadása Máténak.
Sajnos nem voltunk annyian, amennyien szerettük volna, pedig mindent elkövettünk, hogy sokan legyünk, de nem jött össze. De aki ott volt, mindenki nagyon jól érezte magát, és most is szeretném megköszönni a Máténak, nagyon-nagyon jó előadás volt. Köszönjük szépen. És máskor is szívesen fogadunk, úgyhogy szervezünk még pár ilyen előadást. Most fölkérlek, hogy tartsd meg az előadásodat. Köszönöm. Tisztelt ünneplő közönség! Gyászolunk. Gyászolunk immár 102 éve. Ugyanakkor az erő útján is járunk. Ha Trianonról beszélünk, folyamatos a siránkozás, a gyász, a minden veszve, és ezen már úgysem tudunk változtatni. Örök kérdésem, miért nem azokról emlékezünk, akik felléptek Trianon ellen, sikeresen hajtottak végre határ, módosítást, vagy megvédték ezer éves ősi földjüket, Hungáriát. Néhány percre emlékezzünk itt a Rongyosgárdáról, az Ostenburg alakulatról, az Ébredő Magyarok Egyesületéről, a Magyarországos Véderő Egyesületről, és azokról a civilekről, akik önökhöz hasonlóan állami támogatás nélkül, politikai pártok támogatása nélkül, sokszor a rendvédelmi erők támogatása nélkül tették azt, amit megkövetelt tőlük a haza. Tudjuk pontosan jól, hogy ahol a magyarok összefogtak és az erő útjára léptek, soha nem az erőszakéra, ott mindig magyarok maradhattak, azok a falvak és azok a területek, amelyek két kézzel ragaszkodtak Szűz Mária országához, Magyarországhoz. Külön megtiszteltetés számomra, hogy újra itt önök között kimlél lehetek egy olyan településen, ahol horvátok, magyarok és németek élnek együtt, hasonlóan a Magyar Királysághoz, ahol 13 nemzet a legnagyobb békességben élt együtt, mindaddig, amíg egymásra nem uszítottak minket. Tudjuk kik, tudjuk miért. Ezek az emberek ott ülnek ma is azokban a bizonyos páholyokba, és szabadon végzik kőműves tevékenységüket. Hallottam itt Zrínyi nevét, egy horvát településen számomra ez mindig felemelő. Három Zrínyi idézetet hoztam önöknek. Egy. Ahhoz, hogy jó magyarok legyünk, először kiváló horvátokká kell válnunk. Kettő. Ne bántsd a magyart. Három. Horvát vagyok, tehát magyar. Ezt még egyszer szeretném elmondani. Horvát vagyok, tehát magyar. Nincs identitásválság a korabeli nemzeti, főúri, nemesi nemzetben. Sokaktól hallom azt, hogy nem kell Trianonról beszélni, eltelt 102 év, hagyjuk már, miért nem tudunk rajta túl lenni. Azért, mert mindenki szenved. Szenved a csonka ország magyar lakossága, szenvednek az utódállamok, szenvednek a világban szétszóródott magyarok, és szenvednek azok az országok, amelyek jelentős magyar kisebbséggel bírnak még mindig. És álljunk meg egy percre, Trianon óta megfeleződött a határon túli magyarság. Nem szeretném önöket számokkal untatni, egyet jegyezzünk meg, nincs újabb 100 évünk. Tehát Trianon vagy az elkövetkező évtizedekben jóvá lesz téve, nem fegyveres úton, tárgyalásos, békés úton, vagy nem lesz többé kérdés. Egész egyszerűen a nemzet halál képe nem csak a romantikus költőink fejében él. A sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül. És az embermillióinak szemében gyászkönny ül. Sokféleképp lehet könnyezni. Gunyoros röhögések közepette is. Nekem az nem jóvátétel, hogy azok az antant hatalmak, akik szétdarabolták a hazámat, nemzettestvéreimet, a hozzánk hű kisebbségekkel szembefordítottak minket, most fuldokolnak a migrációtól, az LMBTQ válságtól, az energiaválságtól, az identitásválságtól és a válságok válságától. Nekem ez nem kárpótlás. Nekem az lenne kárpótlás, hogyha nyáron Horvátországba megyek, nem magyar ellenes hangulatokkal találkoznék.
Külön fáj a szívem, és meg kell, hogy emlékezzünk kárpátaljai magyar véreinkről, akik most a háborúban bizony golyófogóként idegen érdekekért vannak sorozva, kiképzés nélkül, fegyverzet nélkül, élelem nélkül, és ott véreznek el a frontokon idegen országok idegen érdekeiért. Talán tudják azt, hogy Kárpátalja lakossága az elmúlt két hónapban megháromszorozódott. Nem a magyarok szaporodtak három hónap alatt, hanem kelet-ukrajnai ukránok és oroszok települtek Kárpátaljára, drasztikusan megváltozott Kárpátalja etnikai térképe. Amikor arról beszélek, hogy nincs újabb 100 évünk, erre gondolok. Újra felteszem a kérdést. Lehet-e Trianon ellen tenni? Deák Ferencet, a haza bölcsét szeretném idézni önöknek, amit erő és hatalom elvesz, azt idő és jó szerencse újra visszahozhatja. 2019-től látjuk azt, hogy folyamatosak a határmódosítások Európában. 2020-ban lezajlott az azeri örmény háború, határmódosítás. A 90-es években a délszláv háború, jelentős határmódosítás. Nyugat-Európában mozgolódnak a baszkok, a katalánok, folyamatos tüntetések vannak a nemzeti államért és az új határokért Flandriában és Skóciában. Az albánok is nagyon aktívak a Balkánon, a makedónok is. Tessék mondani, a magyarok miért vannak csendben? Mi ez a gyáva csend? Nem azt mondom, hogy üvölteni kell, de a fejet fel kell emelni, és az első dolog, magunkba tegyük rendbe a dolgot. Akarjuk-e, hogy megváltozzon Trianon, vagy nem? Kettő, a felvilágosítás elsőleges. Gyermekeinknél a tanár a katedráról, a plébános úr, a szószékről, a családapa a családi asztalnál. Nem nőhetnek fel gyermekek úgy 102 évvel Trianon után, hogy nem tudták, hogy mi történt az Isten adta hazával, ami Árpád és Attila óta magyar vérrel és könnyel oly gyakran volt öntözve. Szembe köpjük azokat a papjainkat és tanárainkat, mondjuk egy kárpáti piroskát, akit Aradon felakasztottak a románok azért, mert megmerte írni az erdélyi magyarok elnyomatását. Miklós nagyon jól mondta, a trianoni béke után, amint az utódállamok hiénái rávetették magukat édes hazánk drága testére, a magyarok üldözése azonnal megkezdődött. Börtön, bitó, karó, elüldözés, asszimiláció vagy vegyes házasság. Nehogy már elérjék a céljukat. 102 éve nem sikerült nekik, és ahogy a Pillangó című filmben mondja a főszereplőnk, az őt gyötrő őröknek, gazemberek, még mindig élek. Még mindig élünk. 13-15 millió magyar él a Kárpát-medencében. A Kárpát-medence legnagyobb számú népe, nemzete még mindig a magyar. Nagyon nagy öröm volt számomra látni, hogy fiatal diákok is részt vesznek ezen a rendezvényen, a jövő az övék. Bölcső háborút vívunk, azé lesz a Kárpát-medence, aki teleszüli. Mondom, azé lesz a Kárpát-medence, aki teleszüli. Ahogy az erdélyi költő mondta a Trianon utáni sötét, gyászos és teljesen kilátástalan időkben, amikor rémiszt a falvak csendje, és elönt a semmi árja, akkor szülni kell és nemzeni, és a saját képünkre kalapálni vágyat gyermekeinket. El kell döntenünk, vagy nemzeti kultúrát, keresztény vallást, egészséges identitást adunk gyermekeiknek, vagy Coca-Colát ivó, hamburgert zabáló, farmernadrágban járó konzum idióták lesznek, migránsokkal vegyes házasságban, kábítószerfüggőként és alkoholistaként. Nehogy azt higgyük, hogy olyan távoli ez a jövő. Ha Nyugat-Európába utaznak, láthatják, hogy az egykori kultúrnemzetek roncs társadalmakká züllöttek. Mondom, roncs társadalmakká züllöttek. Különös ajándék a számunkra a sorsnak, hogy idén a pünkösdi búcsú egybeesik
Trianonnal. Csíksomjón még mindig több százezer magyar tud találkozni, függetlenül attól, milyen felekezetű, melyik országban vagy melyik kontinensen él. Ha ott és akkor együtt tudunk magyarok lenni, össze tudunk tartani, és fel tudjuk emelni a szívünket, bizony, ahogyan szó volt róla, a pokol kapui sem tudnak rajtunk győzelmet aratni. Márpedig nagyon dörömbölnek. Mi lehet a megoldás? Először is, Trianon sosem szabad elfogadnunk. Másodszor, a nemzetiségeknek kezet kell nyújtani. Be kell fejeznünk azt, hogy hagyjuk, hogy ellenünk huszítsák őket. Még egyszer mondom, Kimle kiváló példa, hogy horvátok, németek, magyarok hogy tudnak gond nélkül együtt élni. Ha ezt a Kárpát-medencébe meg tudjuk tenni, egy gazdasági, kulturális szövetségre tudunk lépni azokkal az országokkal, akik évszázadokig a Magyar Királyság részeként működtek, akkor itt Hungária és a Kárpát-haza újra abba a fényben fog tündökölni, ahol 1100 éven keresztül volt. Ehhez kívánok én önöknek erőt és kitartást, mert hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, én valóban hiszek Magyarország feltámadásában. Köszönöm a figyelmüket! Egy szó, mielőtt mennél, kell még egy ölelés, ami végig elkísér. Az úton majd néha gondolj rám, ez a fő. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt. Még ne álljanak fel, még lesz a székelyim, most csak szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy ilyen sokan összejöttünk, nem számítottunk rá.
erre a napra is készültünk, mindent elkövettünk, hogy minél többen legyünk itt. Ez úgy néz ki, sikerült. Hálás köszönet érte. Jó látni önöket itt. Köszönöm szépen a résztvevőknek, a szereplőknek, mindenki, aki kivette részét a szervezésből, és remélem, hogy évről évre egyre többen leszünk, és egyre nagyobb hírét viszi a környéknek, hogy Kimlén van egy ilyen rendezvény, és egyre többen összejövünk. Köszönöm szépen, és most énekeljük el közösen a székely himnuszt. Annyit szeretnék mondani, hogy nem kell elmenni. Készültünk, van egy kis ásványvíz, egy kis bor, egy kis pogácsa. Aki szívesen maradna egy kicsit még beszélgetni, nyugodtan maradjon itt. Itt marad egy-két asztal, egy-két pad, úgyhogy még egy fél órát, háromnegyed órát tudunk, meg tudjuk emészteni a történeteket, tudunk beszélgetni egy kicsit. Jó, köszönöm szépen. Ja, és még egy, hogy több ilyen rendezvény lesz, mint amit a Máté is tartott egy héttel ezelőtt. Kérem önöket, figyeljék a Facebookot. Szórólapozni már nem fogunk, mert nagyon költséges és nincs eredménye. Úgy vettük észre. De plakátokat valószínűleg fogunk kihelyezni, és megkérem önöket, nagyon érdekes előadások. Érdemes eljönni mindegyikre. Lesz a Máté is, többször reméljük, és még lesznek más előadók is. Tehát ezt beszeretnénk vezetni a faluba, hogy minél több ilyen rendezvény legyen. Ezek ilyen egy-két órás kis összejövetelek lesznek. Köszönöm szépen, és akkor aki tud, maradjon, beszélgessünk még egy kicsit.